Loretóban ezen a mérkőzésen mutatkozott be hazai pályán az új kapus Grimsbø, aki sorra fogta az ígyszereket az elején, később viszont látszott, hogy még nincs teljes összhangban a védelemmel. 6 gólos győri előnynél kicsit visszavett a tempóból Ambros Martin edző együttese. A mérkőzés 24. percében így már csak 12-10-re vezettek Kovacsicsék, de az első félidő végén remek hajrát produkált az Eto'o, így 19-12-es hazai vezetéssel vonult a költözőbe a csapatok. Szünet után hamar kialakult a 10 gólos különbség, 22-12-re vezetett ekkor az Eto'o, ez a folytatásban is állandósult. A csapat szakmai stábja igyekezett minden játékosnak lehetőséget adni. A találkozó hajrájában az Eto'o fiatal kapusa Csapó Kira is pályára lépett. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jó játékot mutatott az elejétől kezdve, persze volt egy kis megingás, de hát ez benne van természetesen a kézilabdába. A védekezés is és a támadás is egyaránt szerintem jó volt, belülről is nagyon jó érzés volt végre, és nagyon jó védekezés volt előttem, úgyhogy így könnyű volt. Könnyed 36-21-es győzelmet aratott hazai pályán a Vác ellen a győri Audi Eto'o, amely továbbra is 100%-os teljesítménnyel, 19 meccsen 19 győzelemmel, 38 ponttal áll a tabella élén, a 33 pontos Ferencváros előtt. A meccs legeredményesebb játékosa a 7 gólos Kovacsics Anikó volt. Végig a kezünkben volt a mérkőzés, tényleg az első fél időben volt egy kicsit, amikor megnyugodtunk a jó kezdés után, de aztán folytattuk tovább keményen védekezésben, ez volt a fő. Volt a kivág, de szerintem teljesen jó volt. Az Eto'o szombaton 17 óra 15 perckor már a Bajnokok Ligájában játszik az Audi Arénában a francia Metz ellen.